Képviselő úr, megenged egy kérdést? Képviselő úr! Csak nem mehetek ki innen. A parlamentnek van egy olyan sajátos szabálya, hogy csak ezen a nagyjából 10 méteres folyosón lehet interjút készíteni a politikusokkal. Ezen az ajtón kívül már nem szabad forgatni. Az OLAF jelentésről szerettük volna kérdezni a kormánypárti képviselőket, de valamilyen rejtélyes okból kifolyólag nem ezt a folyosót választották, hogy eljussanak az ülésterembe. Miért nem a sajtó folyosó felmennek? Hogy döntsön már, hogy miért. Eltekintve néhány kivételt. Elképzelhető szerint, hogy részt vett szervezett bűnözésben? Tibor István? Nem? Igen? Beszéljünk a választások után, akkor már semmi jelentősége nem lesz. De mi az oka annak, hogy ezt nem veszik komolyan? Vagy miért gondolja azt, hogy ez kampánytéma? Hát mert a dolog természetéből adódik. Akkor a 4-es metróval kapcsolatos OLAF jelentések az is kampánytémák voltak, csak az ön oldalokra húzták a szavazatokat? Nem, az nem most született a kampányban. És ez milyen összefüggésben áll egymással? Ez OLAF jelentéshez mit szól? Olvastál? Hogyne. És önök? Olvastuk. Önök olvasták, vagy csak kérdeznek róla? Mikor olvasták? 4 éve, vagy most? Miért ez miért fontos? Hát mert ugyanaz. Minden választás előtt. És akkor 4 éve is Tiborcz István lehető részt vesz szervezett bűnözésben, vagy csak most? Ne vicceljen már ember. Ez viccel szerint?